Köszöntöm nézőinket, Nagy Viktor vagyok. Mutatom, mit kínálunk mai magazinunkban. Testületi ülést tartottak Bonyhádon. Jubileumra készülnek a felvidékiek és a németek. Az anya teljes táplálás világnapját ünnepelték meg Bonyhádon. Az energiaárának jelentős emelkedése miatt fontos döntéseket hozott meg soron következő ülésén a bonyhádi képviselőtestület. Többek között az önkormányzatnál és az ahhoz tartozó intézményeknél a hivatalos fűtési szezon ideje alatt csökkentik az energiafelhasználást. Bonyhád város legutóbbi képviselőtestületi ülésén számos napirendi pontról tárgyalt a városvezetés. Többek között döntöttek arról, hogy a családi pihenőparkba térfigyelő kamerákat helyeznek ki. Ez egy rendelet szabályozza, hogy a térfigyelő kamerák a városban hol, milyen pontokon és hány darab van kihelyezve. Ennek a rendeletnek a módosítását kellett elfogadni a testületnek, amelyet egyhangulag támogatott is a képviselőtestület. Jelenleg így 15 helyszínen 19 kamera van, közterületi figyelőkamera, amely remélem, hogy a jövőben segíti majd a munkánkat és a rongálásoknak a csökkentését. Fontos napirendi pont volt még a Pusza Hungarika pályázathoz való felhíváshoz való csatlakozás. Minden évben megteszi ezt az önkormányzat, így tettünk idén is, és várjuk ezúton is valamennyi főiskolás egyetemista hallgatónak a jelentkezését, hiszen egy jelentős támogatásról van szó. A jelentkezési lapok mind a város honlapján, Facebook oldalán és itt a hivatalban is majd elérhetők lesznek. Döntöttünk a Varázskapu bölcsőde és óvodának a nyitvatartási rendjéről, ugye neveléséről van szó. Minden évben szeptember végén dönt erről a képviselőtestület, mint fenntartó, hiszen megvárjuk a szülői értekezleteknek az eredményét. A legfontosabb, hogy az ő igényekhez tudjuk igazítani az óvodáink és a bölcsőde nyitvatartását. Így történt ez most is ennél a döntésnél, és figyelembe vettük valamennyi kérést, és ez alapján határozta meg a képviselőtestület az idei nevelésében az intézménynek a nyitvatartási rendjét. A nyílt ülés egyik legfontosabb napirendi pontja volt az energiatakarékossági intézkedések meghozatala. Egy energiaválságos időszakot élünk világszerte, így Magyarországon is, így konkrétan Bonyhádon is sem tudunk ezzelől kitérni. Az önkormányzatokat is érinti az a drasztikus energiaváltozás, árváltozás, amely mind az ára, mind a gáz tekintetében már gyakorlatilag bekövetkezett, és folyamatosan várhatók még áremelések, hiszen az intézményeink különböző szerződéseket kötöttek az elmúlt időszakban, de jellemzően többségében elmondható, hogy év végén fog a legtöbb szerződésünk megszűnni, és 2023. január 1-től tudunk majd új szerződéseket kötni, mind áram, mind gáz beszerzés tekintetében. Ezért döntöttünk arról is, hogy egy központosított közbeszerzési eljárás keretén belül fogunk energiát beszerezni 23-ra vonatkozóan a városba. Ez is nagyon fontos döntés, hiszen ha együtt csomagban intézzük ezt, bízunk benne, hogy kedvezőbb árakat tudunk a szolgáltatóktól az eljárás során kapni. És azokat a pontokat, amelyeket most a testület meghozott, azok ugyan érintik a lakosságot és valamennyi intézményünket, de igyekeztünk olyan döntést hozni, amely a legkisebb problémákat veti fel. Szükségesnek tartjuk ezeket a lépéseket. Remélem, hogy elegendők is lesznek, de ezt majd a jövő eldönti. Én röviden összefoglalnám, hogy pontosan mik ezek a döntések, hiszen a város valamennyi lakosát érintheti. A képviselők döntöttek arról is, hogy a fűtési időszak ideje alatt a Pittypang óvodát átköltöztetik a Varázskapu óvoda és bölcsödébe. Valamennyi döntésünk egyébként arról szól, hogy az október 15-e és jövő év április 15-e közötti hivatalos fűtési időszakra vonatkozik. A Pittypang tagóvodát a döntés értelmében átköltöztetjük a Liget óvodába erre a fűtési időszakra. Bízunk benne, hogy a szülők is megértéssel fogadják majd ezt a döntést. A jövő héten sor kerül egy olyan szülő értekezetre, ahol minden egyes szülő erről tájékoztatást fog kapni. Természetesen fontos volt az is, hogy a valamennyi intézményünket áttekintsük, így a sportcentrum tekintetében is hoztunk döntéseket. Az a kúria épület, a Percel kúria, amely a sportcentrum fenntartásában, üzemeltetésében van, azt a fűtési szezonra sajnos bezárjuk, hiszen egy olyan gázfogyasztás és áramfogyasztás van ebben az épületben, amit a jelen helyzetben szükséges megtakarítanunk. A labdarúgó egyesületekkel van olyan három oldalú megalapodása az önkormányzatnak, illetve a sportcentrumnak,
amelyben az ingyenes használatra jogosította fel őket. Ezeket a szerződéseket a testület felhatalmazott arra, hogy felülbíráljuk, felülvizsgáljuk, és tárgyalásokat folytassak az egyesület vezetőivel, hogy hogyan tudnak az ingyenességtől eltérően a rezsiköltségeknek a fizetésébe támogatással beszállni. Emellett a Vörösmarty Mihály Művelődési Központba költöznek a Városi Múzeum és a könyvtár dolgozói. Ők napi munkavégzés szintjén ebben az épületben fogják ellátni a feladatukat, azzal, hogy a múzeum látogatók sem sérülnek, mert előzetes bejelentkezés alapján természetesen például a jövő héten megnyíló kiállításunkat is látogathatják majd mindazok, akik erre kíváncsiak. De maga a múzeum épülete bezár a fűtési időszakra, de bejelentkezés alapján látogathatóvá válik. A Városi Könyvtár tekintetében olyan döntés született, hogy a dolgozók, mint ahogy említettem, a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban fogják ellátni a feladataikat, de egy héten kétszer, hétfőn és pénteken lehetőség nyílik 14 és 18 óra között a kölcsönzésre. Nyilván egy temperáló fűtés minden egyes intézményben lesz, hiszen az egyéb energiahatékonysági döntéseket is, úgyis azt is figyelembe kell venni, hogy károkat se okozzunk ezekben az épületekben. Az állagmegóvás és a fagyások tekintetében is körültekintően igyekeztünk eljárni, de emellett is lehetőséget biztosítottunk a kölcsönzésre. Már a veszélyhelyzetben kialakult egy olyan rend a Városi Könyvtár dolgozóinak a javaslatára, ami nagyon jól bevált, hogy házhoz menő szolgáltatást is biztosítanak a város lakosságának. Ez ebben a téli időszakban továbbra is fenn fog állni, ezzel a lehetőséggel is élhetnek majd a város lakosai. Szeretnék arról tájékoztatást adni, hogy itt a hivatal épületében, ahol most is vagyunk, pénteken nem lesz nyitvatartás. A jegyzőasszony kérésére a hivatal dolgozói pénteki napokon home office-ban fognak dolgozni. Valamennyi főfogadási rendünk változatlan, tehát a kedd és csütörtöki ügyfélfogadás továbbra is változatlanul működik, és bárki fordul az önkormányzathoz, illetve a közös önkormányzati hivatalhoz, mindenkinek az ügyében ugyanúgy el fogunk járni, csak a pénteki napon nem lesz nyitva a hivatal. Illetve a tanúszoda nyitvatartási rendje is megváltozik. A hétköznapokon 8 órától este 21 óráig lesz látogatható. Ez azt is jelenti egyben, hogy miután tanúszodáról beszélünk, a hétköznapokon a reggeli 6 és 8 óra közötti időszakban a város lakossága az intézményt a fűtési szezonban nem tudja látogatni. Ugyanakkor hétvégén korlátozásra van szükség, szombaton 8 és 12 óra között, vasárnap pedig 14 és 18 óra között lesz a jövőben látogatható a fűtési szezon ideje alatt a tanúszoda. Még egy konkrét döntést hoztunk a tanúszodával kapcsolatban. Hosszabb időszakra érdemes leállítani folyamatosan az úszodát, hiszen azt is végig kell gondolni, hogy ez egy olyan sajátos üzemeltetésű intézmény, ahol hiába van egy-két órára zárva, a vízforgató rendszernek ugyanúgy kell működnie, a vegyszereket ugyanúgy kell használni, hiszen a vízminőséget folyamatosan biztosítani kell. A személyzet bére, ez a költség is ugyanúgy fennáll, ezért egy-két napra bezárni nincsen értelme. Ezért döntöttünk úgy, hogy a hétvégén egyik nap délelőtt, másik nap délután a város közönségére számára továbbra is egyelőre biztosítjuk a látogatás lehetőségét. Viszont egy téli időszakban, amikor az iskolások nem látogatják a téli szünet idejére, ezt egy picit meghosszabbítva december 17-e és január 8-a közötti időszakra már most úgy döntöttünk, hogy a tanúszoda bezár. Valamennyi intézkedést többször átbeszéltek az intézmény vezetőkkel, mielőtt a képviselőtestület döntést hozott az utóbbi fontos kérdésekről, mondja a polgármester. Hiszen ellenükben sem akartunk dönteni, és olyan döntést sem szerettünk volna meghozni, ami olyan súlyos következményekkel járna, ami felborítaná a város működésének a rendjét. Én nagyon bízom benne, hogy egyelőre ezek a döntések, ezek az intézkedések elegendők lesznek ahhoz, hogy ezt a teret átvészeljük. Bár látunk már arra utaló jelet, hogy olyan drasztikus áremelkedések várhatók saját intézményünk tekintetében is, amit a legnagyobb odafigyeléssel, gondoskodással sem lehet kigazdálkodni, hiszen pontosan tudjuk, hogy mennyi egy éves energiaköltsége a városnak. A 21 évre vonatkozó adatokat nézzünk, ez egy 100 milliós nagyságrend. Ha csak néhányszoros áremelkedésről beszélnénk, mondjuk egy ötszörösről, az is már fél milliárd forintot tenne ki, és hát közel nem ötszörös árakról beszélünk, hiszen például a fűtőmű tekintetében, ami szintén
városi cég 15-szörös árral dolgozhat, és ilyen áron tudja beszerezni az eddigi időszakhoz képest, október 1-től már ez a cég a gázt. Ugyanakkor a lakosság nem fizet többet a távhőszolgáltatásért. Nem nehéz belátni senkinek józan gondolkodással, hogy ezekre a döntésekre szükség van, és bízom benne, hogy további szigorításokra viszont nem lesz szükség. Az Anya teljes táplálás világnapját tartották meg Bonyhádon, a Solymár Imre Városi Könyvtárban. A rendezvényen köszöntötték azokat az anyukákat, akik 6 hónapos korukig szoptatták a kisbabájukat, illetve az anyatej fontosságára hívták fel a figyelmet. Az anyatejben rengeteg ásványi anyag, vitamin, létfontosságú ellenanyag és alkotóelem található, így ez a legideálisabb táplálék a kisbabák számára. A benne lévő összetevőknek köszönhetően minőségileg és mennyiségileg is biztosítja a kicsi idegrendszerének és fizikumának megfelelő fejlődést, amely a baba első életévében a leggyorsabb. Bonyhádon ezúttal azokat az anyukákat ünnepelték, akik anyatejjel tudják etetni gyermeküket. A városban minden év szeptemberében ünneplik meg az anyatejes táplálás világnapját a helyi könyvtárban. Augusztus 1-e igaziból az anyatejes táplálás világnapja, és minden évben szeptemberben tartjuk mi városunkban ezt a rendezvényt. Ezen a rendezvényen csak azok az anyukák vesznek részt, akik anyatejjel tudták táplálni a kisbabájukat, és ezzel így a legjobb életkezdetet tudták biztosítani számukra. Az anyatej a legjobb összetételű étel a csecsemők számára. Nem csak testi, hanem lelki táplálék is. Ezt hangsúlyoztuk itt az anyukáknak. Nagyon fontos és sikerez a család és a gyermek számára is, ugyanúgy, ahogy az anya számára is, hogyha szoktatni tudja a csecsemőjét. Ilyenkor köszöntjük az anyukákat elsősorban, úgyhogy ünnepeltünk ma. Ez egy picit a mi sikerünk, a védőnőké is. És felköszöntjük őket egy kis virággal, kis ajándékkal. Egy éves korig mindenképpen érdemes anyatejjel táplálni a kicsiket. Egy éves kor után is ajánlott a szoptatás. Az anyatej összetétele mindig alkalmazkodik a baba igényeihez. Sokszor halljuk ugye, hogy valakinek vizes a teje, de ezt itt is elmondtam az anyukáknak, hogy ilyen nem létezik. Tehát az anyatej, a természet mindig úgy állítja össze, hogy a baba igényeihez alkalmazkodjon. Bár a bébiknek a legjobb választás, előfordul, hogy az édesanyáknak nem megy olyan egyszerűen a szoptatás, mondja a védőnő. Nagyon nehéz, főleg a kezdeti időszak. Ugye a szoptatás az elején nem az az idilli kép, amit a fényképeken vagy a műalkotásokon látunk, hanem egy nagyon nehéz folyamat. Az első 6 hétben ugye a tejbelövelés is kellemetlen az anya számára, sőt fájdalmas. Ugyanígy a szoptatásnál a mellbimbó felázhat, tehát ez mindenképpen egy nagyon nehéz időszak. Ezen kívül éjszaka kelni kell, ami nem csak az anyát, hanem a családot, az egész családot megterheli. Úgyhogy nehéz időszak ez. Elmondjuk az anyukáknak mindig, hogy milyen ételeket kerüljenek, ami esetleg hasfájást okozhat a babánál. Úgyhogy a táplálkozásra is így oda kell, hogy figyeljenek. A szoptatásnak számtalan előnye van, csökkenti az újszülött kori sárgaság esélyét. A benne található ellenanyagoknak köszönhetően erősödik a csecsemő immunrendszere, illetve védelmet nyújt az allergiás megbetegedések kialakulása ellen. Idén ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját a Bonyhádi Felvidékiek Egyesületének kórusa, illetve 35 éves lesz a Krenclány Néptánc Egyesület.
Október hónap rendkívül mozgalmas a bonyhádi németség szempontjából, ugyanis két nagy rendezvényre is készülnek, mondja a Német Önkormányzat és a Kreinzlein Néptánc Egyesület elnöke. Az egyik a Bonhárder Nachrichten 15 éves jubileuma, a másik pedig a Kreinzlein Néptánc Egyesület 35 éves jubileuma, és mind a kettő erre a hónapra esik. Ezen kívül következő hét végén utazunk Németországba, ugyanis a Vernoi Tánccsoport 50 éves jubileumát ünnepli, és ebből az alkalommal is egy delegáció utazik Vernauba. Úgyhogy rengeteg a program. Ezen kívül még a Bonhárder Nachrichten jubileumát megelőzi még egy fotókiállítás és egy rajzpályázat eredményhirdetése, ugyanis közel 20 éve kezdtük el újraéleszteni a gyógynövény szentelést, és ezt a katolikus templomban a gyokrokat megszentelik, és ebben az évben elhatároztuk, hogy egy rajzversenyt is kiírunk, ennek pedig október 13-án lesz az eredményhirdetése. Ezzel együtt lesz még egy fotókiállítás is, ugyanis minden évben a Blickpunktra fotóverseny megjelenik, és a kiírása megjelenik, és erre az egész országból küldenek be fotókat, ami a magyarországi németség életéről szól. Szinte minden évben küldenek be Bonyhádról is, és Bonyhád környékéről is fotókat, és nagyon sok díjazott fotónk is van. Az Egyesületnek 5 tánccsoportja van, és bár a felnőttek már nem járnak rendszeresen, ezúttal ők is elvállalták, hogy színpadra lépnek a jubileumi rendezvényen. A legkisebbektől a legnagyobbakig bemutatkozunk. Vidéki tánccsoportot nem hívunk meg, mert így is hosszú lesz a programunk. Egyedül a bonyhádi német énekkar kapott meghívást, valamint a harmonika növendékek is bemutatkoznak, ugyanis itt átfedés van, van néhány táncosunk, aki harmonikázni is tanul. Délután lesz egy kiállítás, megnyitó délután 4 órakor, és 16:30-kor kezdődik az ünnepi műsor. Ide viszont el tudnak jönni a Vernoiak, és nagy szeretettel várjuk őket, és az ünnepi műsort megköveti pedig egy bál. Erre már készülnek a régi táncosok is, tehát reméljük, hogy egy szép programot tudunk megvalósítani. Szintén évfordulót ünnepelnek a felvidékiek is, ugyanis idén lesz 20 éves az Egyesület énekkara. Először is megbeszéltük, hogy kik azok, akiket meg kell hívni, vissza kell hívni, aztán elkezdtük az apróbb szervezéseket. A helyszín itt lesz a művelési központban, a nagy teremben, és utána lesz egy vacsora és egy kis bál, valami kis mulatság. A jubileumra nagyon sok embert meghívunk, és azokat a kórusokat, akikkel tartjuk a kapcsolatot, régóta baráti kapcsolat fűz hozzájuk, ilyenek például a palotabozsokiak, a tardoskeddiek, és Bonyhádról a sváb kórus lesz jelen. Jelenleg 18-an vagyunk, vagy 19-en, előtte pedig olyan 20-24-25-en is voltunk már. Főleg a kapcsolattartás, mert hogy eredetileg az volt a célunk, hogy ápoljuk a kapcsolatot a szülőföld és az elszármazottak részére, és őket nagyon sok szeretettel vittük mindig magunkkal felvidékre, mert mindig mondták, hogy megyek otthonról haza, mert hogy kettős hazájuk volt. És sajnos ők közülünk nagyon sokan meghaltak, éppen a kórusból is, például a Covid alatt 3 férfi tagunk távozott, úgyhogy sajnos ez megviselt bennünket is, ezért is kevesebben vagyunk, de a lelkes csapat magja még megmaradt. Steib Györgyné pontosan 20 évig vezette a felvidékiek kórusát. Amikor az Egyesületnek a vezetője 20 évvel ezelőtt felkért a kórusnak a vezetésére, akkor ők csak összeültek, énekelgettek, tehát szakmai segítségük nem volt. Én akkor már nyugdíjba mentem, és további közösségi életet tudtam így élni, és átvettem a kórusnak az irányítását. Kezdeti időszakban arra törekedtem, hogy a felvidéki népdalokat
ismerjék meg a kórustagok, és ehhez nekem kutató munkát kellett végeznem. Kezdetben az egységes hangzás kialakítása volt a célom, majd hosszú évek után merészkedtem a többszólamúság felé irányítani a kórusomat. Csodálatos évek voltak ezek, nagyon sok fellépéssel, Tardoskeddel tartjuk a kapcsolatot, a tardoskeddi kórusokkal sokat találkoztunk. Emlékezetes volt a bécsi Szent István napokon való részvétel, ahol több alkalommal felléptünk, és hát a környékünkön lévő csoportokkal és a helyi dalkörökkel tartottuk a kapcsolatot. Nem csak egy egységes hangzású kórust sikerült kialakítanom, hanem egy csodálatos közösséget, akik nekem úgy is mondhatnám, hogy bearanyozták az életemet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!